Botrányosan viselkedett, ittasan megütött egy embert, és egy telefont is eltulajdonított Magyar Péter, akit kidobtak a biztonságiak egy belvárosi szórakozóhelyről másfél hete, írta meg a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet, a baloldali politikus agresszív viselkedése miatt mások már a börtönben ülnének, ő viszont a mentelmi jogam mögé bújik. A témát Tithan Éla folytatja vendégével. Ezzel indítjuk a ma esti beszélgetések sorát ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt. Köszöntöm a stúdióban a Századvég Közéleti Tudás Központ tudományos igazgatóját. Jó estét! Jó estét kívánok! Ugye másfél hete történt ez a bizonyos eset. Magyar Péter elvette egy vendég mobiltelefonját. A rendelkezésre álló információk szerint ez milyen bűncselekményt valósíthatott meg ez a történet? Igen, engem személy szerint olyan értelemben érint ez a kérdés, hogy amíg nem voltam kellő információ birtokában, addig azt mondtam, hogy itt, ha a sajtóhírek igazak, alapesetben egy lopás történt, tehát idegen dolgot úgy szerzett meg, hogy azt eltulajdonítsa, nem volt fizikai kontakt, igazából egyéb hír nem jelent meg, és ezt a mobiltelefont a Tisza párt alelnöke behajította a Dunába, azaz véglegesen, ha csak ugye itt van egy aránytalanság, hogy a gazdájának kell-e aránytalan erőket mozgatni, hogy visszaszerezze, tehát normál esetben nem kapta volna vissza, ez megvalósította feltételes módban a lopás bűncselekményét, de miután új információk kerültek napvilágra, például tanúvallomások alapján sajtóhírek szerint erőszak is történt, akkor már a rablás gyanújáról beszélhetünk. Miben különbözik a kettő? Hát elég sok mindenben. Egyrészt az alapesetben a rablásért 1 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés jár, ahogy a szakirodalom fogalmaz, a legsúlyosabb vagyonelleni deliktum a rablás. Itt két esetkör lehetséges, vagy erőszakkal valaki elvesz egy idegen dolgot mástól, ami az övé, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, vagy pedig közvetlen fenyegetéssel, ez a szakirodalom szerint egy minősített fenyegetési szint, amikor élettesti épség elleni fenyegetés történik. Hogyha abból indulunk ki, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, ez számos nemzetközi egyezmény, az alaptörvényben pedig a 15. cikk első paragrafusa tartalmazza, akkor ezért a bűncselekményért egyébként bármiféle mentelmi jog felfüggesztése mellett hangsúlyozom, a még első elkövetés esetén minimum egy felfüggesztett szabadságvesztés jár a bírói gyakorlat szerint, de itt egy utolsó gondolat, a minősített fenyegetésnél nem mindegy, hogy ki az elkövető. Tehát egy ismert személy, egy általánosságban akár külső szemlélő számára nagy hatalommal rendelkező személy, egy európai parlamenti képviselő fenyegetése, az másfajta erővel kerül megítélésre, vagy másfajta súllyal egészen pontosan a klasszikus bírói gyakorlat szerint is, ami még egyszer arról szól-e körben, hogy nem mindegy, és számít, hogy ki az, aki fenyeget. Itt a Metropol összegyűjtött korábbi eseteket, ami hasonló szituációkat írnak le. Ugye 2016-ban volt, amikor egy 19 éves fiatal egy 14 éves kislány kezéből kicsavart egy mobiltelefont, illetve 2022-ben egy férfi több embertől is erőszakkal vett el a mobiltelefonját. Mindkettejük börtönbüntetést kapott, szabadságvesztést, letöltendőt. Van-e hasonlóság ezek között és a mostani eset között? Ha ez történt, ahogy például a Metropol beszámol róla, akkor ez tényállásszerű. És megint lehet, hogy bár ez egyesek számára furcsának tűnhet, én az enyhébb megközelítést alkalmaztam. Tehát nyilvánvalóan, hogyha valaki rátör a másikra, ugye a minősített fenyegetésnél a kommentár azt mondja, hogy akarathajlító, akaratgörbítő fenyegetést alkalmaz. Tehát nem tud ellenállni neki a sértett. Most ilyen esetben valóban a legtöbb esetben letöltendő szabadságvesztést szabnak ki. És független minden más körülménytől, ugye lehetett olvasni kommentek között is, hogy ez önbíráskodás, vagy az önbíráskodás kicsit más, mert az vagyoni követelésnél van. De az analógia jó. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy őt jogsértés éri, mert mondjuk veszik őt, önhatalmulag nem vethet véget, hanem hatósága jogsértésnek, nem mehet oda és nem intézkedhet, ehhez még egy európai parlamenti képviselőnek sincs joga. Ugye ön is említette már a mentelmi jogot, hogy ugye Magyar Péternek az európai parlamenti mandátuma miatt mentelmi joga van. Ebben az esetben védi őt ez a mentelmi jog, mert ugye nem minden esetben jelent az sem védelmet.
Nem, és a tettenérése nem vonatkozik, de itt ilyenről nincs szó az én tudomásom szerint, tévedés jogát fenntartom nyilván. Alapvetően a hírek arról szóltak, hogy azon a bizonyos ominózus csütörtöki hajnali történéskor rendőrségi bejelentkezés érkezett, és akkor garázdaság és rongálás miatt indult eljárás hírek, sajtóhírek alapján. Most ez bővült ez a kör, egyébként olyat is, olyan információkat is lehetett hallani, hogy búvárok megtalálták ezt a bizonyos mobiltelefont, és aztán újabb információ volt, hogy a nyomozóügyészség, fővárosi nyomozóügyészség magához vette az ügyet. Ez félreértés ne essék, nem Magyar Péternek, hanem Magyar Péter európai parlamenti képviselőnek szól. Mert minden ilyen kiemelt közszereplő esetében ez az egyébként bevett eljárás. Mint ahogy rákérdezett arra, hogy mennyire irányadóak ezek a döntések, egyébként pedig iránymutatóak. Magyarországon is kontinentális jogrendszer van, tehát nincs precedens jog, de az egységes ítélkezést a több büntető kollégiumi állásfoglalás tartalmazza, hogy éppen a törvény előtti egyenlőséget is erősíti, hogyha egységes az ítélkezés egy kérdésben, például a büntetés kiszabás körében, vagy például akkor, hogyha több tényállást ugyanúgy ítélnek meg a felső bíróságok, ne legyen például azért eltérés, mert valaki mondjuk egy politikus. Nem, mindenkit ugyanúgy kell megítélni, hogyha villamoson történik a mobiltelefon kirántása erőszakosan egy hölgy kezéből, vagy hogyha egy férfi kezéből egy szórakozó helyen. Ezek a körülmények nem lehetnek relevánsak egy ilyen büntető eljárásban, amely ilyen típusú bűncselekmény alapján indul. Nagyon kevés időnk maradt, de még arról mindenképpen beszéljünk egy nagyjából egy percben, hogy ebben az esetben elvárható lenne egy politikustól, hogy lemondjon a mentelmi jogáról? Ha mennyiben van rá lehetősége, akkor igen. Ugye a magyar jog ezt nem teszi lehetővé. Itt alapvetően a mentelmi joggal kapcsolatban tett nyilatkozat is számít. Tehát a jogi szakbizottság dönt, például amikor Donát Anna ügyében volt ilyen eset, legfőbb ügyész úr az Európai Parlament elnökasszonyát, Roberta Metsolát kereste meg, aki kiküldte szignózta a jogi szakbizottság elé rendelte az ügyet. A jogi szakbizottság dönt arról, hogy milyen szakvéleménnyel küldi tovább a plenáris ülés elé a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó kérelmet, de alapvetően arról kell beszélnünk, hogy ilyenkor az érintetnek is rá kellene segíteni, hogyha tiszta lelkiismerete arra, hogy a hatóságok munkáját ne akadályozza. Az akadályozza, ha csak annyit ír ki valaki, hogy a szeretet legyőzi a gyűlöletet. Ez még nem magyarázat egy ilyen tettre. Ifjabb Lomnici Zoltánnak köszönjük szépen. Köszönöm szépen.